Ez Magyarországon is így van. Nekünk védeni kell a családokat a rezsicsökkentéssel, most is védenünk kell őket. Ez pénzbe kerül, ezt elő kell teremteni a pénzügyminiszter úrnak. Elő kell teremteni a pénzügyminiszter úrnak. A megszorítás az egy baloldali gazdasági válságkezelési eszköz. És sosem ezt alkalmazzuk, a nemzeti oldal az más, inkább a gazdasági növekedést, az adócsökkentést előtérbe helyező gyógyszert alkalmaz ilyenkor. Magyarország előre megy, nem hátra. Aki azonban az átlag fölött fogyaszt, annak piaci árat kell fizetnie, vagy ha tud, akkor próbálja meg visszajönni az átlagos fogyasztási szint alá. A kormány a háborús energiaválságra hivatkozással augusztus 1-től csak az átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a gáz és az áramárat a lakosság számára. A Fidesz tehát hazudott a kampányában, amikor azt állította, hogy nem fogja a világgazdasági válság következményeit a lakosságra átterhelni és megtartja a rezsicsökkentést. A Fidesz kormány július 13-án a megszorító intézkedéseket felelőtlenül és átgondolatlanul jelentette be. Ugyanis a részletszabályok azok július 21-én jelentek meg, és a lakosság körében ez félelmet, rettegést okozott, amelyet a részletszabályok megismerése sem oldott fel. A részletszabályok kiterjednek majd az árképzésre, az elszámolás módjára, és jó pár speciális esetre is, például a társasházakra, a H-tarifára, ezzel kapcsolatban sok kérdés érkezett, és arra is, hogy mi vonatkozik azokra a családokra, akik csak áramot fogyasztanak, és csak nagyon kevés, vagy semennyi gázt. És emellett még, hogy még két példát mondja, külön figyelmet kell majd szentelni a kistelepüléseken élőkre és a nagycsaládosok védelmére is. A Dömötör Csaba által tett ígéreteket a kormány nem tartotta be, mivel a lakossági piaci rezsidíjak megállapításánál speciális körülményeket a társasházak kivételével nem vettek figyelembe. Szociális szempontokat sem érvényesítettek. A nagycsaládos kedvezményt továbbra is csak a gázfogyasztásnál lehet igénybe venni. Az egy vagy két gyermekes, illetve több generációs családokkal, a kisnyugdíjasokkal, a kistelepülésen és a tanyákon élőkkel, az árammal, fűtőkkel továbbra sem foglalkoznak. A kormány az átlagfogyasztás mértékének a meghatározásakor nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a lakosság harmada egyszemélyes háztartásban él. Továbbá egyes fogyasztási helyek, például a hétvégi házak, lefelé húzzák az átlagot. Ebből adódóan a rezsicsökkentés korlátozása nem csak a nagyfogyasztókat, hanem az átlagos családokat is érinti. Az MVM Next adatai szerint 2021-ben 5,2 millió energiafelhasználási hely volt Magyarországon. Ennek harmadában, ami közel 1,7 millió felhasználási helyet jelent, fogyasztottak átlag felett, ami több millió főt jelent. Ők fogják majd megfizetni az átlagfogyasztás alatti rezsicsökkentés árát, amit csak úgy lehet kigazdálkodni, ha az átlag feletti fogyasztást lényegesen magasabb díjjal számlázzák ki. A lakossági, piaci gáz és villanyárakat kivették a hatósági árszabályozás köréből, azokról az energiahivatal és az energiaszolgáltató javaslata alapján a versenypiaci költségeket figyelembe véve negyed évente fognak majd dönteni, ezzel félelemben tartva a lakosságot, hogy vajon negyed évente majd hogyan fognak alakulni az árak. A rezsicsökkentett villanyárnak a lakossági piaci ára kétszerese, gáz esetében több mint a hétszerese. Ehhez képest a valós piaci ár a kormány szerint villamos energia esetében 268 forint per kilowattóra, a gáznál 1020 forint per köbméter lenne. Nem derült ki azonban, hogy a kormány melyik áram és értéktőzsde milyen jegyzésű áraiból indult ki. A rezsicsökkentés hatálya alá nem tartozó piaci alapú fogyasztók, mint például a vendéglátóhelyek, éttermek, kevesebbért veszik az áramot és a gázt, mint a kormány által meghatározott lakossági piaci ár. Ennek oka, hogy a nagyobb energiahasználó vállalkozások éves, két éves szerződéseket kötnek, nem a tőzsdei azonnali árat fizetik, amivel a kormány riogat. A lakossággal megfizettetni tervezett piaci árral az áfa teher is a többszörösére növekszik. Így már érthető, hogy a kormány miért tervezett be 30%-kal nagyobb áfa bevételt a 2023. évi költségvetésbe. Ebből is sajnos az látszik, hogy a kormány nem a lakossági terhek csökkentésére törekszik.